amióta foglalkozom ezzel a két operával, és amióta gondolkodom ennek a két operának, nem is gondolkodom, hanem hagyom, hogy ennek a két operának a egészen megkapó és egészen elementáris erejű zenéje hasson rám, azóta pontosan tudom, hogy egyszer ez meg fog történni, és egyszer ezt a két darabot egy előadásban én megpróbálom természetesen művésztársaimmal együtt színpadra állítani, és mint ahogy az ember a sors lépéseit nem tudja pontosan kifürkészni, csak megpróbál a nyomába járni, én sem tudom most pontosan megmondani, hogy miért pont 2011-ben, de valószínűleg azt kell mondanom, hogy ennek így kell lennie. Középpontjában, ha ezt meg szeretnénk határozni, minden bizonnyal a szenvedély áll, a szenvedélyes szerelem, és természetesen az ebből következő szinte magától értetődő dráma, azaz tragédia. Korábban én is azt hittem, hogy valóban csak a hagyomány az, ami összekapcsolja ezt a két történetet. De aztán később rájöttem, hogy ennél komolyabb ok is van. Mégpedig az előbb említett szenvedély és az előbb említett szenvedélyből eredő drámai, tragikus kifejlet, az a sors, ami mindannyiunk számára előbb-utóbb megmutatja saját magát, saját arcát, és amely bekövetkezik, hogyha az emberek olyan érzelmi cunamikkal kerülnek szembe, amelyek elsöprik őket, és képtelenek vele szemben bármit is tenni. Részben már ismert énekeseket üdvözölhetünk, akiket gondolom már szeret a miskolci közönség. Közülük tartozik Vadász Zsolt, Miksa Adrien, Cseh Antal, és egy új, illetve nálunk új, de természetesen régi világsztár, illetve magyar sztár Molnár András, aki a Vajadzók egyik főszerepét énekli. Rajtuk kívül pedig vannak egyrészt a házból már ismert művészek, Molnár Anna és Eperjesi Erika, Hercenik Anna, akit ismer már a közönség a korábbi előadásainkból, és két egészen új kezdő, Alagi János és Horváth Orsolya. Éred bennem, amióta ezt a két zenét ismerem, hogy egyszer a sorsszerűségét is meg kell mutatni ennek a történetnek. Nem véletlen, hogy egy a eredeti librettóban nem szereplő figurát próbáltam meg a színpadra állítani, aki tulajdonképpen részben személyében, részben pedig lényében az, aki összeköti fizikai jelen valóságában a két történetet, de természetesen ezzel sokkal inkább az asszociációk vagy az érzelmi kötődések a fontosabbak, mint sem a tényszerű jelenlét.